Sorétas puskák ropogásától volt hangos a Nyíregyháza felső simai Vuklő tér vasárnap délelőtt. Az elmúlt évekhez hasonlóan ez a helyszín adott otthont a Vármegyei Vadászkamara által szervezett Milotai Gábor emlékversenynek. A hivatásos vadászokat és a versenyengedéllyel rendelkező sportlövőket külön értékelték az eseményen. A lényeg mindannyiuk számára az volt, hogy a levegőbe irányított 100 korongból minél több találatot érjenek el. Gyakorlatilag azt kell tudni, hogy a Milotai Gáborról, akiről a versenyt elnevezték, ő a világháború után nagyon sokat tett azért, hogy a megyénkben, most már a Vármegyénkben a sportlövészet újra felé legyen és újra legyenek versenyek. De a sportlövészet azért fontos, egyrészt a sport, tehát ez is ugye, mint az összes sport megpróbálja az ember, itt is van, aki jobb, van, aki gyengébb, rangsorok alakulnak ki, de csak az egyik aspektusa nekünk vadászoknak nyilván azért nagyon fontos ez, hiszen itt lehet gyakorlatot szerezni, hogy majd kint a vadra, amikor lövünk, minél pontosabban tudjunk lőni. Nyilván a vad az nem egy céltábla, rossz lövés, senkinek nem öröm, szenved tőle a vad, nem hull el gyorsan, nem pusztul el gyorsan, tehát mindenkinek azt javasoljuk, minden kezdő vadász itt a lőtéren csiszolja a tudását, szerezne egy üzembiztos lőkészséget, hogy majd kint a vad esetén is jól tudjon lőni. Ezúttal elsősorban bíráskodott és csak versenyen kívül mérettette meg magát az eseményen ifjabb Szakács Zoltán, a Vármegye jelenlegi legsikeresebb sportlövője. A kétszeres Európa-bajnok a tét nélküliség ellenére is bizonyította tehetségét. 100 korongból 97 találatot ért el. A megyei vadászkamarának van egy csapata, ugye Szakály, Hajzer Szabolcs, Juhász Péter és jó magam, Szakály Zoltán. Mi minden évben bevállaljuk, hogy a verseny lebonyolításában maximálisan kivesszük a részünket. Ma is bíráskodunk mind a hárman, plusz még Hajdú-Bihar megyéből érkezett egy koronglövő barátunk, aki bevállalta a versenynek a negyedik pályán a bíráskodását. Ugye 100 korongos verseny, 4 pálya van, minden lőtér, minden pályán 25 korongra lőnek a versenyzők. Igazából nem bonyolítottuk túl. 3 szólókorong van, és 1 vadász dublé van minden lőállásban. A vadász dublé azt jelenti, hogy az első korongot kikéri, rálő, és a lövésre érkezik a második korong. Igazából ez az egyszerűbb, legegyszerűbb formája a kompakt sportingnak, hogy mindenkinek maradandó élménye legyen. Tehát igazából, hogy még jobban motiválja az embereket arra, hogy legyen kedvük jönni lőni, és igazából az alapoktól kell ezt az egészet elkezdeni. A 31. alkalommal megrendezett Milotai Gábor emlékversenyen a vadászok és a sportlövők között egyaránt 4-4 kategóriában díjazták a legjobbakat, a különböző vadásztársaságok pedig csapatversenyben mérték összetudásukat.